Hétfőn megkezdődtek a munkálatok a Kálvin utcán, pontosabban annak a Tomcsányi utca és a Nagyváradi út közé eső szakaszán. Ezen a területen az út felszíne előregedett, repedezett volt. A burkolatot süllyesztett és kiemelt szegély határolja, mely szegélysorok részben szintén felújításra szorultak. A belügyminisztériumtól pályázati támogatást nyertünk útfelújításra. A hétfő délelőtti helyszíni sajtótájékoztatón Görgényi Ernő polgármester arra emlékeztetett, a város a belügyminisztériumtól közel 20 millió forintot nyert a Dob és a Kálvin utca korszerűsítésére. Előbbi esetében október 20-án a műszaki átadás-átvétel is megtörtént. A Kálvin utca esetében pedig miután kicserélte a Gyulai Közzemi Kft. A vízvezetékeket, annak érdekében, hogy egy esetleges csőtörés miatt ne kelljen megint felbontani a most frissen leaszfaltozott utat, most már az útépítési munkálatok is gőzerővel folynak. Elkezdték fölmarni a Kálvin utca aszfaltburkolatát, és ezt követően pedig egy új aszfalt réteget fognak építeni, és a héten reméljük az időjárás is kegyes lesz, be fogják fejezni a munkálatokat, úgyhogy remélhetőleg a jövő héten már egy vadonatúj aszfalton közlekedhetünk itt a Kálvin utcának az érintett szakaszán. A Munkácsi utca elején a múlt hétvégén bontották le az egykori trafóházat, mely régóta használaton kívül áll. Mindenre a szűk kanyarban a közlekedés biztonságának erősítése miatt került sor, a bontás után itt kerítés épül, és több hely jut a közlekedőknek.